Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit rendkívül testületi ülésünkön szeptember 13-án pénteken 9 órakor. Remélem, hogy a péntek 13-ával kapcsolatban senki nem babonás és mindenkinek szerencsés napja lesz. Ezt csak úgy zárójelben mondom és jegyzem meg. A képviselőtestület 8 fővel határozat képes, tehát már szerencsések vagyunk és tudunk ülésezni. 4 képviselőtársunk jelezte távollétét. A meghívó a napirendi pontokkal kapcsolatban kiküldésre került, azonban a napirendi pontok tekintetében egy javaslattal élnék, ami a 4-es napirendi pontot érinti. Előterjesztés az élhető település központ kialakítása című Tiszavasvájban című pályázat kivitelezésére folyamatban lévő közbeszerzési eljárással kapcsolatos közbenső döntésről szólt volna. Azonban ezt javaslom levenni, ugyanis a tegnapi nap csütörtök 16 óráig volt lehetőség a pályázóknak hiánypótlásra. A hiánypótlást mindegyik pályázó teljesítette, így nincs szükség a közbenső döntést meghoznunk. Tájékoztatásképpen mondanám el, hogy mivel mindegyik pályázó pályázat így rendben van és részt vehetnek a közbeszerzési eljárásban a jövő héten, kedden terveink szerint egy tárgyalásos eljáráson pontot tudunk tenni a kivitelezővel kapcsolatosan a pályázat vonatkozásában. Úgyhogy ezt a napirendi pontot ezért javasolnám levenni, nincs szükség a közbenső döntés meghozatalára. A többi napirendi pontot változatlan sorrendben javaslom megtárgyalásra. Kérdezem a tisztelt testületet, hogy van ezzel kapcsolatban kérdése, véleménye, esetleg más javaslata, ha nincs, akkor az alábbi módosítással javaslom a napirendet elfogadásra. Ki az, aki ezt támogatja, 8 igen, 1-3 szavazattal elfogadásra került. Első napirendi pontunk előterjesztés az önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó igény második alkalommal történő benyújtásáról szól. Témafelelős DL Kibolya, van-e kiegészítés ezzel kapcsolatban? Bizottságok nem tárgyalták, viszont az anyag az kiküldésre került. Szeretném kérdezni a tisztelt testületet, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdése. Üdvözlöm képviselőt, akkor 9 fővel ülésezünk tovább. Első napirendi pontnál tartunk. Van-e kérdés akkor a rekivel rendkívüli települési támogatás benyújtásával kapcsolatban? Nincs. Én azt gondolom, hogy élni kell a lehetőséggel. Az előterjesztés leírja, hogy tavaly 4 esetben lehetett pályázni. Ott is több alkalommal is sikeresen pályáztunk. Az idei esztendőben ez 3-ra szűkült. Ez lenne a második pályázat, amit benyújtunk. Az első alkalommal 5.849.659 forintnyi támogatást nyertünk el. Én azt gondolom, hogy szükség van erre a pályázatra, ki kell használni a lehetőséget is élni ezzel, úgyhogy én javaslom a tisztelt testületnek, hogy támogasson a határozott tervezetet és nyújtsuk be a pályázatunkat. Ha nincs kérdés, vélemény, más javaslat, akkor kérdezem, ki az, aki ezt támogatja. Ellene tartózkodás, 9 igen, 1 hangú szavazattal elfogadásra került. Második napirendi pontunk előterjesztés a Tivaszolg Nonprofit Kft. Alapítókiratának módosításáról szól. Témafelelős a Petruskányi doktor levezetője, nincs kiegészítés. Itt is kiküldésre került az anyag. Van ezzel kapcsolatban a képviselőknek kérdése, véleménye, esetleg más javaslata. Itt ugye szóban már tájékoztattuk a képviselőt, a képviselőasszonyt is az előterjesztéssel kapcsolatosan, miről szól ez a döntés. Végül is a Tivaszolg döntési helyzetének könnyítése az egyik téma. Ez az egyik pont, a másik ugye a könyvvizsgáló személyre vonatkozóan döntés és a járóbeteggel kapcsolatos működéssel, történésekkel kapcsolatos döntést kell meghoznunk és módosítanunk az alapító okiratban. Van-e ezzel kapcsolatban kérdése valakinek, véleménye, esetleg más javaslata? Én akkor javaslom a határozattervezetet elfogadásra. Ki az, aki ezt támogatja? Ellenes tartózkodás, 8 igen, 1-3 szavazattal elfogadásra került. A harmadik napirendi pontunk előterjesztés a Tiszavasvári 1679/2/24 helyrajzi száma és a Tiszavasvári 1679/2/31 helyrajzi számú lakásingatlanok értékesítésére kötendő adásvételi szerződések jóváhagyásáról szól. Két határozat tervezetünk lesz, témafelelőse szintén Petruskányi doktor legezett ülmény.
a jegyző nincs, kiegészítés, itt is kiküldésre került az előterjesztés, két ingatlan értékesítéséről és annak a szerződési jóváhagyásáról lenne szó. Van ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, esetleg más javaslat, de minden esetben támogatásra javaslom. Egyértelműen is örülök annak, ezt elmondtam már több alkalommal, hogy a honvédségi lakások vagy volt honvédségi lakások sorsa rendeződik, és itt ennél a döntésnél is két új ingatlan tulajdonost üdvözölhetünk majd, és bízom benne, hogy rövid időn belül azért megszépül ez a környezet is itt a hivatal mellett, és mindenki, aki lehetőséget lát benne, megtalálja. Van még ingatlan, fogjuk hirdetni ezt folyamatosan, fogja az önkormányzat ezt hirdetni, úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy kísérje figyelembe itt a kamerán keresztül is a tiszavasváriaknak a lehetőséget, használják ki és éljenek vele. Most meg arra kérem a testületet, hogy támogassa a két határozattervezetet, ha nincs más ellenet. És ki az, aki az első határozattervezetet támogatja? 9 igen, egy hangú elfogadásra került, és a második határozattervezetet ki támogatja? 9 igen, egy hangú szavazattal elfogadásra került. Köszönöm szépen. Napirendi pontjaink végére értünk. Egyebekben van esetleg valakinek közérdekű bejelentése, kérdése, jelzése? Ha nincs, akkor köszönöm szépen mindenkinek a részvételi testületülésünk véget ért.